A nő ételt adott a hajléktalannak, akiről aztán kiderült, hogy teljesen más, mint akinek látszott, és hihetetlen dolog történt ezután. Maradj itt a végéig, és mindenre fény derül. Beszéltünk már ezen a csatornán arról, hogy sajnos az emberek sokszor mennyire elfeledkeznek a másikról, sőt akár megvetik és szánalmasnak tartják a kevésbé szerencsés vagy sikeres embereket. A mai igaz történetünk pedig kifejezetten egy hajléktalan férfiről és egy kedves és jószívű nőről szól. Sokan sajnos már emberszámba sem veszik a hajléktalanokat, átnéznek rajtuk és nem törődnek velük, pedig egyáltalán nem tudhatjuk, miért került valaki ebbe a helyzetbe, és inkább segíteni kellene neki, mint még jobban elnyomni. Szerencsére azonban vannak még a mai világban is segítőkész emberek, és vannak, akik újra reményt hoznak a szürke és sokszor igazságtalan világba. Corinne és családja egy átlagos francia turista család volt, akik vakációjukat töltötték Amerikában, mindig is szerettek volna eljutni New Yorkba, és mikor ez sikerült, ámulattal járták a zsibongó utcákat. Vakációjuk második napján beültek egy ismeretlen kávézóba, ahol pizzát rendeltek italuk mellé. Beszélgetés közben a várost nézték, és egyszer csak feltűnt kint egy hajléktalan férfi, aki nem messze tőlük a kukából maradékokat szedett ki, és azt ette éppen. Teljesen összeszorult a szívük, mikor meglátták, hogy amíg ők egy ízletes pizzát esznek, addig valaki másnak több napos, romlott étel jut csak ebédre. Azt is látták egyúttal, hogy senki sem törődik vele, mindenki csak elsétál mellette és úgy tesznek, mintha semmi sem történt volna. Ekkor eldöntötték, hogy saját kezükbe veszik az ügyet, mert ők nem bírják jó szemmel nézni, hogy így elhanyagolnak egy másik embert. Utolsó három szelet pizzájukat ekkor Corinna megfogta, és egyenesen a férfihoz sétált vele az utcán. Amint odaért, kedvesen mosolyogva átnyújtotta neki az ételt, amire a hajléktalan férfi először szóhoz sem jutott. Megpróbálta elmondani a nő neki, hogy szeretné, ha elfogadná tőle ezt a kis apróságot, azonban ezt félig franciául tudta csak szavakba önteni, mivel nem beszélte még jól az angol nyelvet. Annyit viszont el tudott mondani, hogy sajnálom, de lehet, hogy hideg már a pizza. Ettől függetlenül viszont jó étvágyat kívánok hozzá. A férfi elfogadta tőle, és azt válaszolta, hogy köszönöm szépen, biztos vagyok benne, hogy a jó tetted nem fog szó nélkül maradni, és Isten áldjon kedvességedért. Azonban itt még nem ért véget a történet, ugyanis másnap egy teljesen váratlan dolog történt. Abszolút ötletesen volt, kinek adta oda az utolsó szelet pizzáit, azonban két nappal később ez kiderült. Ekkor ugyanis hoteljükben az étteremben fogyasztották reggeliüket családjával együtt, amikor az egyik munkatárs egy New York Post újságot nyújtott át nekik. Elállt a lélegzetük is, mikor ránéztek az újságra, és meglátták, hogy a főoldalon teljes méretben Corinna fotója látható, amint korábban a hajléktalan férfin segített. Fel sem tudták fogni, miért van ott a nő képe, főleg egy ilyen híres és elismert újságban, mivel úgy érezte, semmit sem tett, ami ennyire hatalmas érdem lenne, egyszerűen emberi kötelességét végezte csak. Megkérdezte a hotelmunkatárs végül tőlük, hogy tényleg nem tudják-e, ki volt az a férfi a fotón, mire mindannyian azt mondták, hogy ötletük sincsen. Erre ő elmondta nekik mosolyogva, hogy az éppen egy hollywoodi világsztár Richard Gere volt, aki a kukát bújta. És hogy ez mégis hogyan lehetséges? A válasz egyszerű, de annál érdekesebb. Éppen egy filmet forgattak, melynek ő volt a főszereplője, és egy hajléktalan férfit alakított, aki ebben a jelenetben a kukát túrta és szedte össze ebédjét. Valahogyan véletlen Corinne a forgatás kellős közepébe sétált be, mivel a sok statiszta miatt fel sem tűnt neki, hogy minden meg van rendezve. Először Richard meglepődött, mert nem volt a forgatókönyvben említés a pizzás nőről, de gyorsan rájött, hogy ő mit sem sejtve szívből segíteni próbált neki, ezért fogadta hát el tőle, és ezért mondta, hogy emlékezni fog rá. Az újságban való szereplés után emberek millióihoz jutott el a történet, és rengetegen írtak Corinnak azzal kapcsolatban, hogy milyen fontos, hogy segítsünk másoknak, és mennyire hálásak neki, amiért segített a férfinek, akiről azt hitte, hogy hajléktalan. Richardot annyira meghatotta ez a történet, hogy végül megígérte a nőnek, hogy személyesen is találkozni fognak, ugyanis elhívja egy igazi forgatásra, ahol beszélgethet
lehetnek, és még egy pizzára is vendégül látja majd őt, cserébe a pizzáért, amit tőle kapott. A tanulság tehát az, hogy mindenki képes arra, hogy egy kis aprósággal valakinek feldobja a napját. Talán nem segíthetsz mindenkinek a világon, de mindenki segíthet valakinek a világon. Ráadásul nem tudhatod előre, hogy neked mikor lesz szükséged segítségre, amikor is át fogod érezni annak az embernek a gondolatait, akinek éppen te, éppen ma segíthetnél. Úgyhogy srácok, ez lett volna a mai videó, mindenképpen nyomjatok egy lájkot akkor, hogyha élveztétek, tetszett nektek, vagy egy kicsikét elgondolkodtatok rajta, valamint, hogy érdekelnek még további ilyen izgalmas, igaz történeteket bemutató videók, csatlakozzatok a csapathoz, az iratkozzatok fel rá, nyomjátok be ezt a kis csengőt, és látni fogjátok a következő izgalmas videókat is majd, amiből már nem sokára érkezik is a következő, addig is további szép estét, reggelt vagy nappalt, és sziasztok!